Bemutató film annak a cégnek a tevékenységéről, amelynek elkészült új kutató fejlesztő központja Pécsen. Kedden adták át hivatalosan az épületet. Egy pécsi kutató ötlete, amelyre céget alapított, majd egy dán multicég érkezése a Baranyai megyeszékhelyre, amely világsikerre vitte a magyar innovációt az élelmiszer egészségügyi vizsgálatok területén. Így foglalható össze a pécsi Softflow és a dán Fosz cég együtt működése, társulása. Olyan műszert készítettek közösen, amely piacvezető helyet biztosít a biotechnológiai cégnek. Rövidebb idő alatt több paraméterre ad pontosabb eredményt, mint a jelenlegi megoldások, és egyúttal jól szemlélteti, hogy miért soroljuk vállalati értékeink közé azt, hogy elsők szeretünk lenni. De ez a műszer csak a kezdet azon nagyszerű termékek sorába, amelyek innen Pécsről indulnak majd világkódító útjukra, és mostanra már nem csak az eljárás lelkét adó biotechnológiai módszer, hanem a műszeren futó szoftver és egyes hardware komponensek is pécsi szellemi termékek. A cég alapvető élelmiszereket, alapanyagokat vizsgál be a világon. Azért, hogy megállapítsa, emberi fogyasztásra alkalmasak-e, vagy tartalmaznak olyan kórokozókat, anyagokat, amik miatt nem. A világ gabonatermelésének vagy a tejtermelésének a 80-85%-át saját gyártású eszközökkel mérje, ez azt hiszem, hogy egészen mellbevágó információs adat. És mindennek a tudása, mindennek a háttere itt Pécsett készül. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a jövő elkezdődött a mai nappal itt Pécsett. Hoppál Péter szerint a dán cég igényei találkoztak a pécsi egyetemről érkező kutatók felkészültségével. Ebből születhet a tudásra épülő ipari teljesítmény, ami a jövőt jelenti. A kormányzat is fontosnak tartja és támogatja a kutatás-fejlesztés területén működő vállalkozásokat, mondta a Pécsre látogató külügyminiszter. Összesen 182 milliárd forintot fordítunk a költségvetésből kutatásfejlesztésre, innovációra. És hogyha megnézzük, akkor a tavalyi esztendőben a magánszféra és az állami szféra kutatásfejlesztési költései is jó 10%-kal meghaladták a 2019-es szintet, és megint csak egy válság által sújtott esztendőről beszélünk. De hogyha évtizedes távlatban nézünk vissza, akkor azt látjuk, hogy 10 esztendő alatt 60%-kal nőttek Magyarországon a kutatásfejlesztésre, innovációra fordított beruházások összegei. A Fosz és a tulajdonában lévő Softflow most átadott központjához a magyar állam 173 millió forint vissza nem térítendő forrást adott. A beruházás értéke 2 milliárd forint. Összesen 90 új munkahelyet jelent a pécsi beruházás megépítése.